Sziasztokat! És van jó veletek találkozni. Hát ma gyereknap van, és készültünk a gyerekeknek egy ugrálóvárral, de tudom, hogy Isten gyermekeinek tartjátok magatokat, de felnőttként kérlek, az ugrálóvárat ne látogassátok, viszont a gyerekeket nyugodtan vigyétek, ott hátul található, trambulin mellett, és tovább szeretnénk menni a filippibeliekhez írt levélben, tanulmányozni Isten igéjét, szeretnénk együtt dicsőíteni, és szinte el se kell mondanom, hogy ezeket nem is szabad készpénznek vennünk. És volt egy hosszú időszak, hogy ezeken így együtt nem vehetünk részt, és ilyenkor az ember olyan hálás, hogy most jöhet, hogy most szabad, hogy itt lehetünk. Szóval így nem ulaszd el a pillanatot. És pont csütörtökön erről beszélgettünk, a Vak Bartimeus meggyógyítása kapcsán, hogy olyan sokan voltak Jézus körül, de szinte csak Bartimeus ismerte fel annak a jelentőségét, hogy Jézus akkor azon a helyen van. És kiáltozott hozzá, hogy Jézus, könyörülj rajtam. Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus meg is állt, és meggyógyította. Szóval arra bátorítalak, hogy ismerd fel a pillanatot, hogy Jézus itt van, Jézus most cselekszik, Jézus velünk akar lenni. Szóval menjünk el hittel, és énekeljünk neki. Mennyi atyán, köszönjük ezt a reggelt, köszönjük neked a fiadat Jézust, és olyan hálásak vagyunk, hogy a gyermekeid lehetünk, atyám, hogy örökbe fogadtál, hogy utánunk jöttél, mint elveszett bárányoknak, és megtaláltál, és megmentettél. Pál azt írta az efezusiaknak, hogy ti, akik halottak voltatok, ennek a világnak fiai, a haragnak fiai, és elveszettek, de Isten megkönyörült az ő nagy szeretetéért. És köszönjük, Uram, hogy ez a mi történetünk is. Hogy megmentettél, hogy élhetünk, és nagyon hálásak vagyunk. Szeretnénk ezeket a dalokat neked énekelni, és igazán megünnepelni ezt a mai napot veled. Jézus nevében. Ámen. Kérlek, álljatok fel, és dicsőítsük az Urat. Sziasztok! Én viszont ülni fogok. Bocsi. Elég sok nehézségen vagyunk túl, és tegnap olvastam a Máté evangéliumát, Jézus életének első pillanatait, amikor megszületett, és el kellett menekülniük Egyiptomba, vissza kellett jönni, utána meg el kellett bújdosni a Galileába, a legtávolabbi Zugba, és ott kellett felépíteni a családnak az életet, hogy ott is csak így azt mondta ez a szakasz, hogy ott is mennyi gonddal indult az élet, mennyi menekülés, és mekkora tragédiák voltak. Hát ugye közben Herodes ott tombolt, rengeteg nehézség, és mekkora diadal lett belőle. Ismerjük ezt a szakaszt ezerszer, csak valahogy ezt mondta nekem tegnap, hogy az Úr, hogy igen. Tehát mi is keresztül megyünk sok mindenen, de ők is. Ezt mondta el, ezt mondta el, tagadni többé nem lehet, megmutatta, hogy szeret. Keresztből megérhető, az Úr Jézus a megmentő, vele üzente a hű atya, jöjj gyermekem.
Jézusom, szent neved, az út a pusztával vezet, mindraz kietlen helyen áldom nevedet. Minden áldás dicséretté formál szívem, ha körülzár a sötétség, azt mondom én, áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Áldom szent nevet, az éppen minden rendben megy, a napfényes az életem, áldom nevedet. Áldom szent nevet, a szenvedések útján is, bár könnyek közt áldozom, áldom nevedet. Minden áldás dicséretté formál szívem, ha körülzár a sötétség, azt mondom én, áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, szívem így felel, hogy áldom szent neved. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel. Ha körülzár a sötétség, azt mondom én, áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve, áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Tartsam kezedben, Istenem. Fájdalmak, könnyek, harcok jönnek, tiéd vagyok. Ha sötét van fényed, annál ebben vagyok. Segíts, hogy rád nézek, s arra, mit érzek, vagy éppen milyen kedvem. Segíts hitben járnom, Istenem, barátom, segíts, rád bízom magam. Méltó vagy rá, hogy éthet ilyen, hihetem már, róla beszéljek.
minden sorsom kezedben, Istenem. A vihar hevében te őrzött életem. Szeretlek téged, te vagy erőm és fényekem. Segíts, hogy rád nézek, s arra mit érzek, vagy éppen milyen kedvem van. Segíts hitben járnom, Istenem, barátom, segíts rád bíznom magam. Még túl vagy rá, érted ilyen, még hátánál róla beszél. Tiszta színet keresem, csendben állok, tered várok szüntelenül, vágylak, Uram, most merni még jobban. Uram, ha vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hát ha nem nézel, utalom az égére. Futok egyre, hazat rád, mint félreteszem. Célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézem,
jutalom az ígére. Futok egyre, akadály, mint félreteszem, célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Nekem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Mindenem tiéd, az egész életem, szívem teljesen, átadom neked. Saját terveim, büszkeségemet, lábadhoz teszem, s új életet nyered. Tiéd minden álmom, az életem, mindenem. Tiéd minden álmom, az életem. Keresztnél várlak, hagyd dalom hozzád száll. Kárnak ítéltem, mit a világ felkínál. Megismerjelek dicsőségedben, s hogy fájdalmadban is hoztozzam velem. Egész életem, szívem teljesen, átadom neked. Saját terveim, büszkeségemet, most lábadhoz teszem, úgy életet nyerem. Saját terveim, büszkeségemet, s lábadhoz teszem, új életet nyerek. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk. Köszönöm, Uram, hogy együtt lehetünk végre.
Drága Istenem, hálát adok, hogy megtartottál mindannyiunkat a gyülekezetben. Drága Istenem, hálát adok a gyógyulásokért, mindenkiért, aki beteg volt, akármilyen betegségben. És drága Istenem, imádkozom azért, hogyha valaki, bárki a gyülekezetben, vagy a környezetünkben betegséggel küzd, akkor hozz gyógyulást, hozz áldott gyógyulást az ő életében. És Uram, kérlek, hogy nyisd meg a szívünket egymás iránt, körülöttünk lévő emberek iránt. Uram, ébresz fel minket, hogyha esetleg a távollétben ellankadt a hitünk. Uram, köszönöm, hogy te megmutattad nekünk, és elmesélted nekünk az, hogy te fiad, és mennyi nehézségen ment át, amíg beteljesítette azt, amit értünk tett a mai napig. Uram, köszönöm, hogy ebben kapaszkodhatunk, ebben megpihenhetünk. És Uram, kérek, áld meg ezt a mai alkalmat, áld meg Tavás szavait, és áld meg a gyülekezetünket, és áld meg a gyermekeinket, drága Istenem, a mai napon. Jézus nevében. Amen. Hát, kérlek, lapozzatok a Filippi beliekhez itt levél harmadik fejezetéhez. Tanulmányozzuk együtt ezt a levelet, és ugye többször mondtam nektek, hogy ez az örömnek a levele. Remélem, hogy eljut a fülünkön keresztül, mélyre, bennünk, tehát meghalljuk Istennek az üzenetét, és meg is éljük ezt az örömöt, mert én nem csak beszélni szeretnék róla, én tényleg meg akarom tapasztalni. Azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy én az én örömömet nektek szeretném adni. Biztos vagyok benne, hogy ez ránk is igaz. Jézus az ő örömét nekünk akarja adni, azért, hogy az ő öröme bennünk legyen, és az örömünk teljes legyen. Ez volt Isten terve. Szóval ez a levél, ez remélem, hogy megragadja a figyelmedet, mert itt Pál elárulja ennek a titkát. Eléggé hamis lenne ez a levél, hogyha Pál egy ilyen rózsás körülményből írná ezt az üzenetet. Pedig így, hogy mindez egy börtönből íródik, nehézségek között, így hitelessé teszi, mert egy olyan örömről beszél, ami nem ebből a világból fakad, nem a körülményeinknek az eredménye, hanem egy belső forrása van ennek. Ugye ez az öröm, ez a szívből fakad, de Pál üzenetéből azt látjuk, hogy az igazi forrása az nem a szív, hanem a gondolkodás. Ugye erről már sokat beszéltünk, hogy Isten arra szeretné vonni a keresztény embert, minket is, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat. Ha megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, akkor Isten megváltoztatja a szívünket. Isten nem fogja megváltoztatni a gondolkodásunkat. Azt nekünk kell. És ha én nem változtatom meg a gondolkodásomat, akkor Isten nem változtatja meg a szívemet. De mindent a lehetőségem elé tár, nekem adja a lehetőséget, hogy változtassak a gondolkodásomon. És erről szól ez a levél, hogy miben kell a gondolkodásomnak formálódnia, hogy örömteli életet élhessek. El tudjuk dönteni, hogy hogyan gondolkodunk. A gondolkodás, na mindegy, erről majd inkább egy kicsit később. Az első fejezet az, ugye arról beszélt Pál, hogy egy cél szerint gondolkodom. Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Erről az első fejezetben részletesen beszéltünk. A második fejezetben arról tanított, hogy hogyan példája Krisztus, vagy ő maga Pál, vagy Timóteus, vagy Epafroditosz az alárendelt gondolkodásnak, hogy hogyan döntötték el, hogy ők engedelmes életet fognak élni. És ez is az öröm egyik útja, hogy egyszerűen elfogadom, amit Isten feladatként rám bíz, nem zúgolódom, hanem teszem a dolgomat. Ez egy nagy kincs lehet a mai világban, szerintem, ha ezt megtanuljuk. És itt a harmadik fejezethez érve, itt az én mentes gondolkodást tanítja Pál.
és majd megértitek, hogy miről beszélek. Imádkozom. Mennyi atyánk, mi azért vagyunk itt, mert megismertünk téged, és hitben jöttünk ide, Uram, úgy, ahogy az első lépést is hitben tettük, Uram. Erre tanítottál, hogy megértsük, hogy te a mi bűneinkért haltál meg, és támadtál fel, hogy te élsz, és az életünk ura szeretnél lenni, a megmentőnk. És Uram, így jöttünk ide hittel ma is, hogy téged jobban megismerjük, pont úgy, ahogy énekeltük a dalban. Az a célunk, az a vágyunk, hogy téged jobban ismerhessünk. Szóval kérlek, hogy taníts minket, és engedd, Uram, hogy megérthessük a te útaidat, Uram, és magunkévá tudjuk azt tenni, hogy a te gondolataid a mi gondolatainká tudjanak válni. És kérlek ezért, Uram, hogy küld a szent lelkedet, hogy töltsön be minket, és hadd legyünk lelki emberek, akik megértik a lelki üzenetet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Na nézzétek meg, hogy indul ez a fejezet. Harmadik fejezet a Filippi beliekezét levélben. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Ez egy parancs. Szóval ennek a keresztény ember engedelmeskedik. Örüljetek az Úrban. Na, örüljetek. Hála Istennek, hogy ez, azért tudom, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert különben nem parancsolná az ige. De nem működik ennyire ilyen csettintésre, hogy jó, akkor örülni fogunk, Tamás. Hál' Istennek már elárulja, hogy ezt hogy tudjuk megtenni. Nem azt mondja, hogy örüljetek, pedig semmi okotok rá, hanem örüljetek az Úrban. És itt már elmondja ennek egy nagyon fontos kulcsát. Örüljetek annak, tudva, hogy hol vagytok. Emlékeztek még azokra az évekre, amikor nem voltatok az Úrban? Emlékeztek azokra az évekre, amikor nem voltatok hívők? Remélhetőleg ez már jó rég volt, és így erősen kell gondolkodni, hogy na, hogy is teltek azok az évek, de akkor nem volt reménységünk. Azokban az években néha úgy gondolok vissza, hogy nem is igazán történtek dolgok. Vagy lehet, hogy csak a memóriám olyan, hogy már nem emlékszem, mi is volt 20 évvel ezelőtt. De hogy tényleg egészen más most úgy élni, hogy tudom, hogy Isten megbocsájtott nekem a vétkeimet, hogy Isten gyermeke lehetek, és ez a kapcsolat, ez biztos. Hogy kiválasztott, hogy elhívott, hogy felkészített, hogy megáldott, hogy szeret és türelmes velem. Ezeket már mind ismerhetem őróla. Olyan jó szabadságban járni. Korábban annyi babonám és rigolyám volt, hogy dolgokról azt hittem, ha jöttünk föl egyébként autóval itt ezen az úton, átment előttünk egy fekete macska. És a gyerekek, ketten jöttünk föl, vagy Márkó volt még a kocsimon, meg Dani, és mondták, hogy apa, egy fekete macska. De nem azért mondták, mert tudják, hogy én babonás vagyok, hanem mert a családban vannak, a nagy családban, akik, na innentől kezdve a napnak vége, aznap már nem szabad semmit csinálni, mert a fekete macska szerencsétlenségét hoz. És nekem is voltak ilyen gondolataim régen, hogy ez meg az, ettől függ, attól függ, ki vagyok szolgáltatva másnak, és ma már ezekből meggyógyultam. És olyan jó így élni, hogy az én Istennel való kapcsolatom határozza meg az életemet. Örüljetek az Úrban. Pál ezt egy börtönből írja. Így még erőteljesebb ez az üzenet. Örüljetek az Úrban. Ő velünk van, ő bennünk van. Ha nincs más okod ma örülni, akkor örülj ennek, hogy az Úrban vagy. Micsoda öröm az Úrral lenni. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Pál járt Filippiben, és valószínűleg beszélt már nekik ezekről a dolgokról, és elmondta nekik már ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy én most, ha elmondjam nektek ezt újra, ez engem nem fáraszt. Észrevettétek, hogy ahhoz, hogy a gondolkodásunk megváltozzon dolgokat, nagyon sokszor el kell mondani. Sokszor el kell mondani, szinte súlykolni kell, mert a gondolkodásunk egy idő után olyan, mint egy kerékösvény. Mint amikor a szekér jár egy úton, és kijárja az útnak a helyét, és mint egy nyomvájú ott van az útban a helye, a gondolataink is hajlamosak egy idő után ilyen nyomvájukat hagyni. És nehezen térünk el attól, és elég sok munka egy ilyen nyomvájus gondolatot megváltoztatni. Ezért is mondja Pál, hogy engem nem fáraszt, hogy sokszor elmondjam ezt nektek, mert azt szeretném, hogy megváltozzatok. Én szeretném, hogy ezt tudjátok. Mi az? Óvakodjatok a kutyáktól. Óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől. Ha a postásoknak van egy kedvenc igeverse, akkor ez az. Óvakodjatok a kutyáktól. Mire gondol Pál? Nyilván nem a kutyákra. Hát
Ez a kifejezés, ez a judaistákra vonatkozott. Kik a judaisták? Azok, akik ugyan megtértek voltak, vagy legalábbis magukat a megtértek közé sorolták, de mégis nem azt az evangéliumot hirdették, mint Pál, hanem igyekeztek hozzátenni valamit. Pál járta a városokat, eljutott Filippibe is, és hirdette az evangéliumot olyan embereknek, olyan pogányoknak, akik nem voltak a törvény alatt, de hallották az evangéliumot, és megtértek. És örvendeztek, hogy milyen jó az Isten, hogy elfogad minket. Elment Pál, mert ugye általában kevés ideig maradt egy helyen, és utána jöttek a judaisták, és így próbálták jobban megmagyarázni az evangéliumot, hogy tényleg megtértetek? Tényleg Pál azt mondta, hogy hitből kell kegyelem által? Nagyszerű, jól van. Na jó, de ez ennyi nem elég. Össze kell szednetek magatokat. Egy kicsit igyekeznetek kell, ahhoz, hogy mélyebb szintre tudjatok lépni keresztényként. Hát körül kell metélkednetek. Meg kell tartanotok a törvényt. Még így fogtok igazán közel kerülni Istenhez. Ezek az igazi törvénykezők. És ezért mondja róluk Pál, hogy óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltekről. Szerintük az igazi lelkiség abban állt, hogy valaki szenved az Úrért. Lehet, hogy jártál már ilyen közösségben, ahol az volt az üzenet, hogy gyötörd magad, szenvedj, igyekezz, szedd már össze magad. Ez a szuper lelkiség, vagy a szuper kereszténység, és ennek nincs biblikus alapja. Emelkedj valami magasabb szintre. Ezt hirdették ezek a judaisták. És valójában, ahogy ezt hirdették, ők a keresztet gúnyolták, Jézus keresztjét, mert azt mondták ezzel az üzenettel, hogy amit Jézus tett a kereszten, az nem elég. Na, arra ezért mondta róluk Pál, hogy ők a kutyák, óvakodjatok tőlük. Szóval ez nem egy szép megfogalmazás róluk, de veszélyesek voltak. Mert el tudták volna lopni azt az örömet, amit Isten oda akart adni a filippibeli hívőknek, és nekünk is. A mi reménységünk, hogy igazak vagyunk. A megtérésünk pillanatától kezdve. Mert amikor Jézus meghalt a mi bűneinkért, az ő vére értünk folyt, és ez a vér le tudta mosni az összes vétkünket, az összes hiányosságunkat. Azért lehetek igaz, amit ő tett értem, nem amit én teszek Istenért. Igaz mi voltot nyertünk Jézus Krisztusban. Ennél igazabb már nem lehetsz. Ennél kevésbé igaz nem lehetsz, mert nem attól függ, hogy te mit teszel, vagy mit tettél. Tehát ez a üzenet, amit a judaisták hoztak, ezt a területet, ezt a szent területet kezdte összezavarni a gondolkodásukban. Hogy tényleg Isten azt figyeli, hogy mit csinálok? Persze Isten érdekli, hogy mit csinálok, de az én megítélésem Isten előtt nem ettől függ. Én Isten gyermeke vagyok, és ő szentnek és igaznak lát Jézus Krisztusban. Mindig vannak dolgok, és ebben egyébként vannak specialisták közöttünk, akinek nem ingene vegye magára, akik így el tudják bonyolítani a dolgokat. Lehet, hogy te magad is tudod magadról, hogy te így az egyszerű dolgokat így el tudod bonyolítani. Vannak egyszerű dolgok, amit egyszerűnek kell hagyni. Például az Istennel való kapcsolat ilyen. Nem érdemes így túl kombinálni. Van köztünk ilyen, aki így hajlamos túl kombinálni dolgokat? És az az egyébként az eredménye ennek a túlkombinálásnak, hogy nem vagyunk örömteliek, hogy nem vagyunk pihentek, hanem fáradtak vagyunk és frusztráltak. És azt gondoljuk, hogy Isten is így gondolkodik rólunk, hogy Tamás, neked ennél sokkal többet kéne tenned már. Neked már rég előrébb kéne tartanod. És higgyétek el, hogy Isten nem gondolkodik így. Ő azt szeretné, hogy örüljünk. És hogy ez a bennünk lévő öröm sarkaljon minket majd dolgokra, amit megteszünk érte. Nem az igében olvassuk, hogy az Úr öröme a mi erőnk. A törvény hirdetők, a törvénykező kereszténységének volt ez a mottója. Csináld, csináld, csináld. Szedd össze magad. Az is az eredménye ennek a fajta üzenetnek a kudarc, meg a levertség, meg a frusztráció. Hogyha esetleg ezeket ismered, ilyen keresztény területen, akkor figyelj, mert ehelyett Isten örömteli életet szán. Pál kereszténységének a mottója ez lehetett. Örüljetek az Úrban. Örüljetek az Úrban.
Isten megigazít, meggyógyít a haragból, az önzésből, az énközpontuságból. Ha egy mondatot viszel haza a mai üzenetből, kérlek ez legyen. Hogy amit Isten tőlünk vár, azt ő akarja belénk helyezni. Amit Isten tőlünk vár, azt ő akarja belénk helyezni. Azt nem tőlem várja. Én nem tudok Istennek tetsző életet élni a saját erőfeszítéseimből. Én nem tudom megváltoztatni az életemet. Viszont Istennek van egy terve. Isten át akar formálni. És amit belénk, vagy amit vár tőlem, ami mentén változzak, azt ő akarja elvégezni bennem. Ezzel kezdte Pál a Filippi beliekhez írt levelet, hogy Isten elkezdett bennetek egy jó munkát. És be is fogja fejezni. Ő munkája az akarást és a cselekvést is. Szóval azt szeretném, hogy a mai üzenet kapcsán egy kicsit így megnyugodjon a lelked. Sőt, azt szeretném, hogy így a mai üzenet kapcsán így megtelj örömmel. Hogy örülni tudj. Hogy a sok aggódásodat el tud engedni. Pál ezt mondja nekik. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Jézus Krisztussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Mi vagyunk a körülmetéltek. Miért ez a téma? Miért a körülmetélkedés a téma? Azért, mert ez volt ezeknek a törvényhirdetőknek a legmagasabb, a legfontosabb üzenete, hogy metélkedjetek körül. Ez volt a csomag legtetején. De ők hirdettek egy csomó terhet, a törvényt, a terheket, a külső jeleket, és azt mondták, hogy metélkedjetek körül. Ez lesz a jele annak, hogy ti kivagytok válaszol, hogy Isten igazán kedvel titeket. És Pál azt mondja, hogy de hát mi vagyunk a körülmetéltek, mi vagyunk Isten kiválasztottai. És azt mondja, hogy három dolgot mond ebben a mondatban, ami jellemzi azokat az embereket, akik tényleg lelkileg jó helyen vannak, akik jól gondolkodnak. Nézd meg, mi ez a három dolog. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, egy, Krisztus Jézussal dicsekszünk, kettő, és nem testben bizakodunk. Akik Isten lelke szerint szolgálunk. Emlékszel, Jézus mit mondott a kútnál, a samáriai asszonynak? Hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. Halld meg még egyszer ezt a mondatot? Hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. Nem izzadságban és cselekedetekben, hanem lélekben és igazságban. Akiket Isten lelke vezet. Akik nem testből erőlködnek, hogy Istennek tetsző életet éljenek, hanem lélekben és igazságban imádják az Istent. Én azt gondolom, hogy ez a lelki büszkeségnek az ellentéte. Amikor valaki így gondolkodik, hogy Uram, te egyszerűen olyan jó vagy hozzám, és ezért dicsérlek téged. Szerintem sokunknak az életéből filmet csinálnának, és nem bántásomban mondom, lehet, hogy magam én is ilyen. Ha sokunk életéből filmet csinálnának, akkor még a megtérésünk után is mi lennénk a főszereplők. És úgy minden attól függ, hogy a főszereplő hogyan érzi magát. Minden ennek kapcsán ehhez viszonyul. Mindenki mellékszereplő ebben a filmben, még maga Isten is. Pedig Pál egy olyan fajta életre hív, ahol Isten a főszereplő. És mi vagyunk a mellékszereplők. És a mi életünk az a főszereplőnek a viszonyában értelmezhető. Az ő állapotától függ az én állapotom. Értitek a különbséget? Mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk. És Jézussal dicsekszünk. Az egy jó jel, hogyha valaki azzal dicsekszik, hogy Isten mit tett az életében. Van, hogy mostanában egy bűnnel tusakszol, vagy valami gyengeségeddel tusakszol? Szerintem ez így állandóan jellemző, nem? Ha ezeken így sikert érünk el, akkor annyira jól tudjuk érezni magunkat, addig, amíg újra nem rontjuk. És úgy gondoljuk, hogy nem is rossz. Ez a bűn is ki van pipálva. Én azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás nem az, amiről itt Pál beszél. Nem azt mondta, hogy mi Jézus Krisztussal dicsekszünk. Hogy én egyszerűen hálás vagyok, amit az életembe végez, és még nem vagyok kész. Nem hunyok szemet a gyengeségeim felett, de ő végzi bennem a munkát. És az a jó, hogyha így gondolkodom, akkor hálából fogom élni az életemet. Nem pedig ilyen kényszerek alatt.
Olyan hálás vagyok, Uram, azért, amit tettél értem, és neked szeretnék élni. A harmadik dolog, amit mond Pál, és nem a testben bízunk. Nincs a testünkben semmi jó. Nincs az a testünkben, amivel megbízhatnánk. Hogyha látok valakit tusakodni, akkor nagyon könnyen megítélem, hogy el sem hiszem, hogy az ember ilyen vétkekben tusakszik. El sem hiszem, hogy ezt tette. Néha ezt így a magunk életébe gondoljuk, hogy hát én magamtól már sokkal többet vártam. Elbuktam valamivel, hát ezt nem hiszem el. És így elkezdünk sírni a saját dolgaink felett. Van, hogy így lelkipásztorként jönnek hozzám emberek, és én nem megítélem őket ezért, igyekszem. De én azon csodálkozom, hogy ő csodálkozik. Értitek? Hogy azon csodálkozom, hogy ő magán így meglepődik, hogy most tényleg ezen keseregsz, hogy ezt megtetted? Magadtól vártad ezt a csodát, hogy majd nem fogsz vétkezni? Miért lepődünk meg azon, hogy elrontunk dolgokat? Miért lepődünk meg azon, hogy vétkezünk? Azt mondja Pál, hogy azok, akik jól gondolkodnak, azok nem a testben bíznak. Érdemes szerintem magunkban egyszer jó nagyot csalódni, és utána ott maradni azon a helyen, hogy így nem építjük fel újra így a reménységeinket, hogy na most majd sikerülni fog. És akkor eljutunk a következő csalódásig, én nem hiszem el, és akkor állandóan ennek a tusakodásában élünk. Hogy, de hát nekem már rég jobbnak kéne lenni, már rég meg kellett volna változni. Tudod, hogy Isten nem csalódott? Te nem úgy ülött, hogy te tőle jobbet vártam. Gémes Tamás, hát amikor megmentettelek, reméltem, hogy te leszel az, aki így nem rontja el, aki így nem vétkezik. Megint keresetek valaki mást. Nem, így Isten nem csalódott a mi életünk felől. Tudta, hogy kit vásárolt meg. Ő mondja az igében, hogy én tudom, hogy a te életed a porhoz tapad. De megelevenítelek az én lelkemmel. Azok, akik jól gondolkodnak, azok nem a testben bíznak. És szerintem ezt jó felismerni, jó eszerint gondolkodni. Egy lelki ember felismeri, hogy a testében nem lakik semmi jó. Ha látsz valakit bukdácsolni, akkor megértheted te is, megérthetjük mi is, hogy én is ugyanabban a helyzetben lennék, mint ő, ha ott találnám magam azon a helyen. Engem is csak Isten kegyelme tart meg bizonyos területeken, nem az én ügyességem. Nézzétek meg, Pál mit mond azután. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Azt, hogyha valaki magában bízik, aznak az az eredménye, hogy arrogáns lesz, dicsekvő lesz. És azt mondja, Pál itt ezeknek az embereknek, figyeljetek, hogyha valaki testben bizakodhat, ha valaki elmondhatná, hogy testben mit végzett el, ha ez lenne a jó hozzáállás, hát akkor nekem erre van lehetőségem. Nekem volna miről beszélnem. A teljesítményetekkel jöttök, ez a ti lelkiségetek fokmérője, na hallgassátok meg az enyémet. És így elkezdi sorolni. Hát ő lenne a világbajnok, nem? Tehát így mindenki van pipálva a listán. Héber a héberek közül, 8. napon körülmetéltek. Izrael népéből származom, Benjamin törzséből. Pipa, 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 pipa. Egyébként észrevetted, hogy azok az emberek, akik így nem az Isten való kapcsolatuk alapján határozzák meg magukat, hanem a testükben bíznak, hány olyan dolgot tudnak behozni a képbe, ami a büszkeségük alapja, amilyen semmit nem tettek. Tehát például itt a listán is, hogy tett valamit Pál azért, hogy Benjamin törzséből szülessen? Ezért ő közben tudott járni? Tudott tenni valamit azért, hogy 8 napos korában körülmetéljék? Tudott tenni valamit, hogy mi legyen a származása? Tudott tenni valamit azért, hogy gyermekkorában hogyan neveljék? Pedig a mai emberek többsége azon büszkélkedik, hogy mi a származása, hogy milyen szülei voltak, milyen rangja van, milyen vérvonalból származik, tett ezért ő valamit. Egyébként a legtöbb ember meg ezért szégyenkezik, vagy ez a legtöbb ember ezért szégyeli magát, mert éppen nem tartja jónak az, hogy hogyan származik.
Vagy hogy milyen körülmények között született. Tett ő azért valamit, hogy olyan legyen? Tényleg ez alapján kéne megítélnünk magunkat, meg másokat? Manapság sokat számít, hogy hogyan ítéljük meg magunkat, hogy milyen iskolai végzettségünk van, vagy milyen anyagi helyzetben vagyunk. De Pál azt mondja, hogy ezek a dolgok, amiket így elértem, amit letettem az asztalra, amit testből volt. Nézzétek meg, azt mondja, hogy a 7. versben, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Hát ha valaki büszkélkedhetne ezekre a dolgokra, amit testben elért, én vagyok az, mondja Pál. Ő egy farizeus gyereke volt. Ő maga is farizeus lett. Gamaliel tanítványa volt. A törvény szempontjából fedhetetlen. Ú, Tamás, hogy mondhatsz ilyet? Hát azt mondja az igaz, hogy senki nem vétkezett, vagy senki sem bűntelen, mindenki vétkezett. Pál is. Igen, tudom. De a külső jeleiben, amit a törvény követelt, Pál mindent megcsinált. Ki volt pipálva? Adokozás, könyörület, templomba járás, minden rendben volt. Pált így a szentség légkőre lebegte körül. És emlékeztek, amikor látta István halálát, amikor látta azt az embert, aki egy újjászületett hívőként fölnézett Istenre, és azt mondta, hogy én látom az Urat állva állni a mennyben, és ragyogott az arca, mint egy angyali, öröm volt benne, tisztaság, biztonság, az elfogadottság tudata. Egyszerűen Pál tudta, hogy Istvánnak valami olyan van, ami neki nincs. Onnantól kezdett begőzölni, emlékeztek, mint egy dúvad ment a keresztények után, de azért, mert már dolgozott benne a lelkiismeret. Tudta, hogy neki ilyen kapcsolata Istennel nincs. És azt mondta, hogy ezeket a dolgokat, amit itt testben elértem, ezeket Krisztusért kárnak ítélem. Semmit nem tett hozzá az Istennel való kapcsolatomhoz. Ezeket elengedem. Az egyházi üldözésesdimet, a farizeuskodásomat, ezek nem érnek semmit ma már. Kárnak ítélem. Miért fontos ez? Mert nekünk nincs ilyen listánk. Nekem nincs ilyen listán. Tehát én nem tudnék ilyen frankó önéletrajzot írni arra, hogy mit értem el testben. És hálás vagyok Pálnak, hogy felsorolja ezt a nagy listát, és Isten azt mondja, hogy akkor tépjük ketté. Mert ha ezen múlna az Isten való kapcsolat, hát akkor hol lennék? Hát hol tudnék ilyet lépni? Kárnak ítélem. Bocsánat, így van, hogy kárnak ítéltem, és most is kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztusért, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Pál, amikor megtért, akkor ebből tért meg. Ezeket a dolgokat elengedte. Nem az határoz meg engem, ami voltam, amit elértem, hanem most már Isten gyermeke vagyok. És most, amikor már eltelt neki hosszú idő a megtérésétől kezdve, azt mondja, hogy nem csak akkor ítéltem ezt kárnak, hanem most is. Azért, hogy Krisztust jobban megismerjem. Milyen volt a keresztény életed 5 éve? Vagy 10 éve? Nem tudom, hogy vagy-e már annyi ideje hívő, vagy akkor lapozz vissza még többet, ha teheted. Milyen volt az életed 20 évvel ezelőtt keresztényként? Ott voltam minden evangelizációnál. Úgy énekeltem az első sorban Istennek, hogy annak a rendje. Tudod, hogy a mai kapcsolatodat, az Istennel való kapcsolatodat szempontjából ez nem számít. Hogy milyen volt 10 éve a lelkiséged. Inkább az a fontos kérdés, hogy most hol vagy. Hogy most abba vagy-e, amit Isten végez. Hogy most ége a szíved az Úrért. Hogy most szomjas vagy-e az ő igazságára. Az, hogy mi volt régen, az egy dolog, ha jól volt nagyszerű, de nem az határozza meg a mostani állapotodat az Úr előtt. Én nem élhetek a múlt lelkiségéből. Nézd, Jézus, mit tettem érted egykor. Jó, de hol vagy most? Hol vagy most? Pál azt mondja, hogy én kárnak ítéltem, és most is kárnak ítélem mindezt. Hogy őt minél jobban megismerjem. Igaz lenne ez a mondat most is, hogy Uram, nekem a legfontosabb ma is az, hogy téged jobban megismerjelek. Ezt énekeltük a dicsőítő dalban.
Uram, az a vágyam, hogy halljam a hangodat, hogy lássam az arcodat, hogy jobban ismerhesselek téged. Ma is minden mást kárnak ítélek, ami ennek az útjában áll. Vagy lehet, hogy úgy gondolkodsz, hogy hát ma már nem kell olvasnom a Bibliát, mert már legalább háromszor végigolvastam. És amikor olvasom, akkor úgy eszembe jut, hogy ezt már olvastam. Vagy hogy hát nem is biztos, hogy annyira ellen kell állnom ennek a kísértésnek ma már, így közel engedhetem, mert olyan sokáig harcoltam ellene, meg már olyan sok mindent tettem az Úrért. Na, biztos, hogy belefér. Úgy meg tud egy idő után változni a keresztény járás, és olyan fontos, hogy az legyen a szívünk állapota most, hogy Uram, én egyszerűen ismerni akarlak téged. Én téged akarlak dicsőíteni. Veled indítom a reggelt, és kereslek téged. Olvasom a te ígédet. És kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel. Miért ítéli kárnak ezeket amúgy félelmetes eredményeket, Pál? Azt mondja, hogy az Úr ismeretének páratlan nagyságáért. Az Úr ismeretének páratlan nagyságáért. Ami olyan értékes, amihez hasonlítva ezek a nagy sikereim kárnak tűnnek. Mert ő sokkal jobb. Jobb, mint az én vallásosságom, jobb, mint az én terveim, az én szabályaim. Most van egy kapcsolatom vele. Emlékszel, hogy hogyan tértél meg, hogy hogyan lettél hívő? Én így visszagondoltam az én megtérésem pillanatára, hogy mennyire össze voltam törve. Így dolgok nagyon meggyötörtek, és össze voltam törve az Úr előtt, és így megvallottam a bűneimet, meg a szükségemet. Uram, én tényleg én rád vágyom. Veled akarok élni. Bocsáss meg a bűneimet. És azon a helyen én újjászülettem, örök életet nyertem. Még nem volt semmi extra. Nem volt szolgálatom, nem volt címem, nem mondták, hogy Pásztor Tamás. És Isten azt szeretné, hogy a szívem meg tudjon maradni azon a helyen, hogy olyan legyek előtte, mint egy gyermek. Hogy újra is megköszönjem, hogy Uram, hálás vagyok, hogy ezért az ember érte meghaltál. Hogy megmentettél. Hogy te vagy a megváltóm, az Uram, a királyom. Rabbi voltam, farizeus. Kiváló, mindenből színötös, nyelvész, teológus. Ezt mondja el Pál nekünk. De kárnak ítélem ezt az egészet azért a nagyszerű dologért, őt megismerhetem. Őt egyszerűen csak ismerhetem. Ó, érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Tudod, mit jelent ez a szó, hogy szemét itt? Azt, amit mond, de szó szerint trágyát jelent. Ezt jelenti a görög szó. Ezt a nagy dicsőség táblát, amit korábban faragtam, éveken keresztül, azt mondja, én ezt egy kupasz trágyához hasonlítom. Annak a kincsnek a fényében, hogy őt, Jézus Krisztust ismerhetem. Amikor megismerjük őt, az megváltoztat minket. Ez a keresztény életnek egy nagyon különleges működése, hogy igazából attól változunk meg, hogy megismerjük őt. Nem az a feladatom, hogy egyre jobban utáljam azokat a dolgokat, amik bűnnek számítanak. Így is lehet keresztény életet élni, csak ez nem olyan vicces. Ez egy baromi fárasztó dolog. Mert a belső kényszereim nem ez irányba visznek. De hogyha azt élem, amiről itt Pál beszél, hogy megismerem őt, és egyszerűen egyre jobban vonz az ő lénye. Egyre jobban megismerem az ő szeretetét, akkor így elszeret engem a bűntől. Elszeret engem a téveigéseimből. Találok a bűn helyett valami sokkal jobbat. Azért valljuk meg, hogy vannak olyan dolgok a bűnben, amik egy ideig óráig jók, élvezetesek. De mennyivel jobb, amit itt Pál mond, hogy én ezek helyett a dolgok helyett találtam valami sokkal jobbat. Az ő ismeretének páratlan nagyságát. Ennek fényében mindez, ez csak trágyának tűnik, egy nagy kupasz trágyának. Van az a példázat a Máté 13-ban, amikor ugye a szántóföldbe elrejtett kincs, és szoktuk mondani, hogy ez valójában annak a története, hogy Jézus mindent feladott értünk. De nem olyan egyértelmű ez a példázat, lehet ezt úgy is értelmezni, hogy
hogy mi vagyunk azok, akik találunk egy kincset, és feladunk érte mindent, hogy azt megnyerjük. Én azt gondolom, hogy az egyik fajta értelmezés, és igaz, meg a másik is. Az egyik az ugye, hogy Krisztus hátrahagytam mennyet, minden kiváltságát, és kifizette az árat értünk, hogy minket megvásároljon. Igen. És ez a főbb jelentése a példázatnak szerintem. De a másik az, hogy amikor megismerjük őt, egyre inkább meggyőzi a szívünket, hogy minden más, ami hátráltatna a megismerésében, elengedjünk, mert nagyobb kincset találtunk benne ezeknél. Én mindezt feladom azért, hogy megnyerjem az ő ismeretének páratlan nagyságát. Én sokkal inkább szeretném, hogy az én életemből a filmet csinálnak, vagy inkább azt mondanám, hogy az én életem egy film lenne, akkor a korábbi főszereplő, Gémes Tamás, egy idő után ilyen halvány mellékszereplővé tudjon válni. És tényleg az életem filmjében Jézus legyen a főszereplő. Hogy róla szóljon. Abszolút nem itt tartok. Túl sok minden függ még tőlem. De a megfelelő gondolkodás, amiről Pál beszél, az az én mentesség. Uram, hogyha valami történik bennem, az te végzed. Ha valamit szeretnél bennem látni, az te végezd el, te helyezd belém. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Figyeld meg ezt a 9. verset még egyszer, hogy kitűnjék rólam, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Tehát ő azt mondja, hogy azért adom ezeket a dolgokat fel, hogy végre kitűnjék, hogy én ki vagyok, és hogy ő kicsoda. Kitűnjék rólam, hogy nekem nincsen saját igazságom. Egyetlen igazságom van, amit tőle nyertem hitáltal. És ha végre ezt én értem, akkor szabad vagyok. Akkor nem kell igazolnom magam mások előtt. Nem kell másokat lenyűgöznöm. Ez egy olyan nagy szabadság. Nincsen saját igazságom. Egyetlen igazság, ami bennem van, azt tőle kaptam, hitáltal. És Filippibeliek, innentől kezdve, amivel a judaisták jönnek, tudjátok mi az? Tehénlepény. Trágya. Ez a igyekedzé, hogy Isten jobban, jobb színben tűnj föl Isten előtt. A legnagyobb kincs, és az elmúlt egy évnek a megítélésében is a legnagyobb kincs az lehet, hogy őt, Jézus Krisztus jobban megismerjük. Ha ő mondta volna, hogy írja forgatókönyvet az életem hátralévő részéről, én nem írtam volna bele a 2020-as évet. Így kihagytam volna. De a legtöbbünk így van ezzel. De azt tudom, hogy őt ez alatt az egy év alatt is jobban megismerhettem. Olyan leckék voltak, amiket nem tudtam volna máshogy megtanulni. Vannak olyan fajta megismerések Jézusról, amit csak a küzdelemben ismerünk meg. A szenvedésben, ahogy itt Pál mondja. Hogy részesedjünk bizonyos küzdelmekből. A legnagyobb kincs az, hogy megismerhetjük őt. És abban élhetünk, amit ő tett értünk. Gondold el, hogy olyan emberek között milyen élni, akik így gondolkoznak, akik nem akarnak másokat lenyűgözni, akik nem magukat villogtatják, hanem gyönyörködnek az Úrban. Van egy szomszédom, szomszédunk, nem mondom, hogy melyik oldalon, mert akkor nem akarom lejáratni, de egy ideig mérges voltam rá, hogy miért viselkedik így, de most már egy kicsit inkább sajnálom, mert tudom, hogy nem ismeri az Urat, és azért gondolkodik így. Próbál kedves lenni, és megkérdezi, hogy hogy vagyunk. Én, ha jó napja van, egy mondatot tudok mondani válaszként magunkról.
És utána ő kezdi el mondani az ő problémáját, ami mindig nagyobb, mint a miénk. Mert valahogy az alapján határozza meg magát, hogy neki mennyivel nehezebb. És hogy ő milyen, neki mit kell átélnie. És mondom, egy ideig olyan mérges volt, hogy akkor minek kérdezi, hogy hogy vagyunk. Aztán rájöttem, hogy igazából segítségért kiállt. Ő szabad akar lenni. És mi azok lehetünk, ilyen emberek. Olyan felfrissítő ilyen emberek között lenni, akiknek a filmük nem önmagukról szól, akiknek a daluk nem ők a főszereplők. Nem akarnak villogni, nem akarnak másokat lenyűgözni, hanem tudják, hogy kicsodák Isten előtt. És egyetlen vágyuk van őt jobban megismerni, és hálásak azért, amit Isten tett értük. Igaz rátok, igaz ránk ez a gondolkodás? Ez az örömteli gondolkodás útja. Ezt tanítja nekünk Pál. Volt egy szegény családból származó diáklány, aki egyetemre járt, minden pénzét félretette, hogy bejusson az egyetemre, tényleg mindent félretett, és eljutott a diplomaosztóig, amikor is volt egy nagy átadó ceremónia, amikor átadják a diplomát, és oda szemrészebb ruhába kell megjelenni. És ez a lány bajba volt, mert ő neki minden pénzét fölemésztette a tanulmánya, viszont nagyon szeretett volna valami különleges ruhát. Ezért elment a szabóhoz, vett a legolcsóbb anyagból ruhát, és a legolcsóbb szabóval megvaratta, és hát olyan is lett a végeredmény. Hát nem mutatott túl jól. És így előre siránkozott, hogy így hogy fogok mások elé állni? Hogy fog tudni így megjelenni a szemnél szebb ruha között? Amikor megjelent valaki a kollégium előtt, megállt ezelőtt a lány előtt, aki sírdogált a lépcsőn, és kérte, hogy szálljon be az autóba. Egy limuzin volt, beültette őt az autójába, elmentek egy szuper elegáns bolthoz. És ez a hölgy, akit addig nem ismert, fölpróbáltatta vele a szemnél szebb ruhákat, hogy megtalálják, hogy melyik áll neki a legjobban. Amikor megtalálták, akkor ez a lány elsírta neki a bánátat, hogy neki nincs pénze erre, hogy ezt megvegye. Mire ez az asszony mondta, hogy nem gond, én megveszem neked. Ezt fogod viselni a diplomaosztódon. Megvette neki ezt a ruhát, és ebben a ruhában ment el ő. És mindenkinek a szeme megakadt rajta. Olyan gyönyörű volt. És ezt a ruhát ő ajándékba kapta. Felvette, és csodálatosan élt rá. Amikor az emberek látták, és tudták róla, hogy neki nincs pénze ilyenre, kérdezgették, hogy de hát honnan van ez a ruha? És ő csak annyit tudott mondani, hogy ezt nem én vettem, ezt ajándékba kaptam, ezt valaki nekem ajándékozta. Valami ilyenben vagyunk most. Próbálhatjuk magunkat így felöltöztetni, ilyen kuporgatott pénzből, olcsó szabolva vett ruhákkal, de azt mondja az ige, hogy ő ránk adta az ő igazság köpenyegét. Ránk adta az ő ruhatárának legcsodálatosabb darabját. Lehet a mi kereszténységünk légköre az, hogy én milyen szegény vagyok, de mit próbálok ebből megtenni, vagy hogy Isten milyen gazdag, és nézd, mit tett velem. Melyik lenne jobb? Emlékeztek Jósua főpapnak a történetére? Zakariás könyvében van leírva. Jósua főpap volt Izrael főpapja. Hát mondhatnánk a lelkiség csúcsa. És amikor odaállt Isten elé, akkor azt olvassuk, hogy olyanok voltak a ruhái, mint a koszos rongyok. Ilyen üszkös fadarabba szenesedett ruhák. És a vádló jött, az örgös, mondta, hogy nézd meg, uram, hát nézd, hogy néz ki ez. Ő volt a főpap. És tudjátok, hogy mit mondott Isten? Vegyétek le róla ezt a ruhát, és adjatok rá tisztát, fehéret. És egyszer ott Isten jött, így átöltöztették. Nem tisztán ment be, de tisztán jött el. És én ezt szeretném, hogy ez a gondolkodás változzon meg bennünk. Ez a szabadság lépjen be, hogy hogyan lát minket Isten. Gondoljátok el, ez a főpap volt. Azt mondja az Ézsaiás könyve, hogy nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rá. És én azért szeretnék imádkozni, hogy tényleg ez legyen a mi gondolkodásunknak a menete, amiről most beszélünk. És az legyen a szívünk vágya újra, hogy megismerjük őt, nem elméletben,
hanem gyakorlatban. Ennek sajnos része ez a küzdelem is. A szenvedéseiből való részesedés. És lehet, hogy az utóbbi időben volt belőle elég. De az a helyzet, hogyha nem lennének ilyen küzdelmeink, akkor nem ismerhetnénk meg őt jobban. Ez a levél, amit most tanulmányozunk, ez az örömnek a levele. És kérlek, hogy emlékeztesd magad ezekre a gondolatokra, mert ha egyszer halljuk, nem változunk meg. Pál is azt mondja, hogy ezeket a dolgokat újra és újra elmondom, engem nem fáraszt. Meg kell változnunk a gondolkodásunkban, legalábbis nekem. Én szeretném az Isten fiát, Jézus jobban ismerni. Ehhez ő biztosít küzdelmet bőven. Emlékeztek arra a három férfire, akit bedobtak a tűzbe? Sadrak, Mésak és Abednego. Isten addig is velük volt, biztos vagyok benne. De amikor benn voltak a kemencébe, akkor már föltűnt ez a többieknek is. Azt mondja a király, nem három férfi dobtunk be, akkor ki az a negyedik ott? Úgy néz ki, mint valami istenféle. Jézus velünk van. És végez bennünk egy munkát. Ez az üzenet, amiről itt Pál beszél, ez tök az ellentéte annak, amit a világ tanít. Meg néha annak is, amire mi vágyunk, hogy csak egy ilyen könnyű életre vágyunk, ilyen problémamentes életre. Kerülni minden szenvedést. Pál meg azt mondja, hogy nekem az a vágyam, hogy őt jobban megismerjem. Mindenek előtt. Ezért minden mást kárnak tudok ítélni. És még a szenvedésből is részesedek, csak hogy őt jobban megismerjem. Halálához hasonlóan, hasonlóvá válván az ő hasonló, a halálához, bocsánat. Szóval ez egy teljesen más gondolkodás, mint ami a világ diktál. Ezért kérlek, hogy így engedd a gondolataidat ennek mentén átalakulni. Mi Jézus Krisztussal dicsekszünk. Lélek által szolgálunk, és nem a testben kapaszkodunk. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a Filippiekhez írt levelet. Köszönöm, Uram, hogy te formálod a mi gondolkodásunkat ennek a levélnek a mentén. Elénk teszel valami újat, valami igazit. És Uram, olyan könnyen el tud indulni a gondolkodásunk valami más mentén, ami ettől bonyolultabb, ami örömtelen. Kicsit olyan, amit a világhoz. De így kérjük, Uram, hogy amikor erre a helyre jövünk, vagy amikor az igédhez térünk, akkor hadd tudjunk megállni, és így megérteni, Uram, hogy te gyönyörködsz bennünk. Hogy szabadok lehetünk előtted. Nem amiatt, amit teszünk, hanem amiatt, akik lettünk Jézus Krisztusban. Az új személyazonosságunk szerint. Uram, mi nem testben szeretnénk bízni. Nem abban szeretnénk megtalálni az identitásunkat, hogy milyen végzettségünk van, vagy mennyit keresünk, hogy milyen munkahelyünk van. Mert te nem ez alapján ítélsz meg minket. Uram, így kérlek, hogy tegyél teljesen szabaddá, és azért, Uram, mi téged egyre inkább megismerhessünk, meg azért is, Uram, hogy megélhessük azt az örömet, amit nekünk szánsz. Olyan kár lenne ezt az örömöt csak a Bibliából ismerni. Mi szeretnénk a saját életünkben megélni, megtapasztalni. És olyan emberekké válni, akik ezt élik, akik körül jó lenni. Mert olyan felfrissítő, örömteli emberek körül lenni. Hadd legyünk milyen emberek, Uram. Áld meg ezt a Váci Golgotát, építs fel minket, frissíts meg minket. Jézus, és olyan hálás vagyok, hogy velünk vagy. És velünk vagy a küzdelmeinkben, meg velünk vagy a könnyebb napokon is, mindig. Legyen meg a te akaratod, Uram, velünk. Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon titeket. Hátul van az ugrálóvár, szigorúan gyerekeknek. De ne menjetek el, beszélgessünk,
Kérlek, ne siessetek. Pont a közösségre vagyunk annyira kiéhezve. Szeretném tudni, hogy ki hogy van, szóval beszéljünk. Hátul tudtok adni a szolgálatra, és azt szeretném még egyszer mondani, amit már mondtam talán múlt héten is, hogy nagyon szeretnénk ilyen 5 perces bizonságtételeket részévé tenni az istentiszteletnek, amikor elmondjátok, hogy ki mit tanul az Úrról, akár a Covid időszak alatt, vagy akár attól függetlenül, és kérlek így jelezzétek, hogyha van mit mondanatok, ha nincs, akkor mi megyünk utánatok, és önként jelentkezőket keresünk. Szóval Isten áldjon, és legyen nagyon szép hetetek!